az eheti Magyar Kanizsai Körkép legfontosabb témái elöljáróban. A migrációról tartottak kétnapos szakmai értekezletet a Knesában. Martonoson befejeződött a helyi közösség tetőszerkezetének felújítása. 11 előadást neveztek be a diák színjátszók idei találkozójára. Hiánypótló mű. Megjelent Rózsa Rózsa az iparosság történetét bemutató kötete. Magyar Kanizsán adott koncertet Mezei Szilárd énekes zenekara. Ha tetszik kínálatunk, tartsanak velünk! Magyar Kanizsa önkormányzata partnertként vesz részt a Magyarországi Központi Statisztikai Hivatal által vezetett a migráció és a migrációs hatások kezelése Dél-Kelet-Európában, határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozó stratégiákért elnevezésű projektben, melynek rövidítése SZEMIG. Az Európai Unió Dél-Kelet-Európai Transznacionális Együttműködési Programja által támogatott stratégiai projekt több tudományt és szakterületet ölel fel, de egyben elméleti és gyakorlati irányultságú is. 8 ország vesz részt benne: Ausztria, Bulgária, Magyarország, Olaszország, Szlovénia, Románia és Szerbia. A műhely munka annak a programnak a folytatása, amelyben Magyar Kanizsa Község, mint projektpartner vesz részt, és amelynek célja a migráció és a migráció hatásainak a vizsgálata Dél-Kelet-Európába. Ez a program a tavalyi évbe kezdődött, és a jövő év novemberében fog befejeződni, és most Magyar Kanizsa ad otthont annak a műhely munkának, ahol Szerbia kiemelkedő intézményeinek a képviselői vesznek részt, olyan szakemberek, akik a migrációval, a foglalkoztatással, a segélynyújtással, a munkaügyel foglalkoznak. Itt Magyar Kanizsán milyen intézmények szakemberei fognak részt venni ebben a munkában? Magyar Kanizsán elsősorban is a szociális központ munkatársai, akik képviseltetik magukat, de itt vannak a határőrség, a rendőrség képviselői és köztársasági, illetve tartományi szintről a külügyminisztérium, a szociálügyi minisztérium és a migrációs ügyekkel foglalkozó minisztérium munkatársai. Vajdaságból még mely községek vesznek részt ebben a munkában? Mint partnerbe van kapcsolva a Szerb Köztársaság Központi Statisztikai Hivatala és a Társadalomtudományi Intézet. Magyar Kanizsán, a Knesa Oktatási és Művelődési Intézményben pénteken, december 13-án szervezték meg az első előrejelzési jellegű gyakorlatot. Jövőbetekintés Szerbia migrációs folyamatának észlelése címmel. A gyakorlat célja 4 forgatókönyv felállítása, amelyek a lehetséges állapotokat mutatják be Szerbiában 2025-ig. A migráció korunk egyik meghatározó jelenségévé vált, és Szerbia, mint tranzíciós ország definiálható ebben a folyamatban. Magyar Kanizsa Község pedig különösen érintett földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, és itt gondolok a határnak a közelségére, tehát ebből adódóan nagyon érintett ezekben a folyamatokban, amely folyamatokat a szociális központ dolgozói, a határőrség és a rendőrség dolgozói nap mint nap észlelik. A napokban fejeződött be a Martonosi helyi közösség épületének cserepezése. Az 1200 négyzetméterre elegendő hótfarkó és dudacserepeket a Potisje Tondach cég biztosította. Mint ismeretes, korábban már beszámoltunk arról, hogy elkezdődtek a tetőcserélési munkálatok, sőt arról is tájékoztattuk nézőinket, hogy a becsomagolt, palettákon álló cserepeket megrongálták, és mintegy 30 dudacserepet ismeretlen személyek eltulajdonítottak. Így a Magyar Kanizsai épületanyaggyár a hiányzó cserepeket pótolta, amit a falu elnök Horváth Gergely nagy örömmel fogadott. Nagyon örülünk neki, hogy befejeződtek a munkák, az idő is kitartotta, tehát az égiek is velünk voltak, és nagyon megköszönném a Némárnak az erőfeszítéseit, hogy majdnem éjnappá egybevéve csinálták a munkálatokat,
a potiszié tondaknak. Milyen anyagi eszközökből sikerült megoldani a tetőfelújítást? A tetőfelújítást, tehát tudni lévő a tartományi alapból a kulturális és az információs irodától kaptunk, tehát pályázat útján nem visszatérinti 1.200.000 dinárt. A helyi közösségnek, a polgároknak a helyi járulékából hozzátettünk 1.000.000 dinárt, és az kanizsai önkormányzattól kaptunk 800.000 dinárt, tehát ez 3.000.000 dinárba került. És előzőleg is ilyen hútfarkú cseréppel volt befedve a tető? Igen, ilyen hótfarkú cseréppel, mivel hogy mi elmélik védelemmel a tartozik az épület, tehát ugyanolyan cserepet raktunk vissza. Nem szürke lett, piros lett, de ugyanúgy néz ki. Milyen munkálatok lesznek még legközelebb itt az épületen, illetve a faluban? Tehát az épületen munkálatok folynak a falaknak a szigetelése, hogy a nedvesség ne menjen tovább fel, tehát mondhatjuk azt is, hogy több mint fele el van már szigetelve. Tito Marshall utcának a koptató réteg aszfaltozása rámenjen, majd meglátjuk, erre már nem elég az anyagi forrásaink, ezt meg kell várnunk, hogy a köztársasági csatornák megnyíljanak, és akkor hát, ide is csorog valami belőle. Szombaton délután megnyílt a magyar-kanizsai karácsonyi vásár, ismét a Városháza előtti kis parkban. Lackó Róbert, a község alelnöke köszönetet mondott a kiállítóknak, azoknak, akik az ünnephez kapcsolódó termékeiket elhozták, és hasonlóképpen megköszönte a szervezők munkáját is. Ezek azok a napok, amikor elkezdődik egy rendezvénysorozat, ugye, az újévi rendezvénysorozat. Ezek azok a napok, amikor kismalacok minden megélt reggelt ajándéknak tekintenek, hiszen ez vár rájuk majd most. Jó falatok, jó forralbor, szép portékák. Mindenkit szeretettel várunk itt az elkövetkező pár napban. Ezennel az újévi vásárt megnyitottnak tekintenek. A vásáron a község települései is bemutatkoznak. A sort most vasárnap a martonosiak kezdték. Szerdán 18-án a horgosiak fognak bemutatkozni szintén ilyen saját árusaikkal, karácsony jellegű árusaikkal, majd 22-én az oromi nap lesz szintén egy jelentős nap, ahol az oromiak fognak eljönni és bemutatni a saját termékeiket és programjaikat. A karácsonyi vásár színes tartalommal, finom falatokkal, szebbnél szebb dísztárgyakkal december 23-áig várja a látogatókat minden nap 10 és 18 óra között. Mintegy 170 résztvevővel zajlott le kedden a sorrendben 9. diákszínjátszó találkozó. Ennek szervezője a Horgosi október 10-e általános iskola, amely a Horgosi Művelődési Ház átépítése miatt idén ismét a magyar-kanizsai Knesába várta a színjátszó csoportokat. 11 csapat lépett fel ezen a napon, akiket 20 felkészítő pedagógus kísért el. Az egybegyűlteket Nikicsics Gorán iskolaigazgató és Kis Iván Anna magyar tanárnő, az egyik főszervező köszöntötte. Majd versenyen kívül felléptek a magyar-kanizsai Jován Jovanovics Zmaj általános iskola Ady Endre épületének tanulói egy dramatizált mesével és egy különleges ritmus taps koncerttel. A találkozón a községből részt vettek a horgosi, a kispiaci, valamint az oromhegyesi és a magyar-kanizsai iskola tanulói, alsósok és felsősök egyaránt, de két produkcióval bemutatkoztak a bácskosútfalvi iskolások is. A versenyszámok között egy szerb nyelvű is volt, mégpedig a horgosi iskola szerb tagozata tanulóinak előadásában. A fesztivál létrejöttét, mint minden évben most is támogatók segítették. A Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény, a Magyar-Kanizsai Önkormányzat, a Regionális Szakmai Pedagógus Továbbképző Központ, az Oromhegyesi Helyi Közösség, valamint számos magánszemély, vállalkozó, vállalat. Hát egyre nehezebb évről évre összehozni egy ilyen rendezvényt, de azért nagyon szépen kihasználom az alkalmat, nagyon szépen megköszönjem a Knesának, főleg az önkormányzatnak,
az Oromhegyesi helyi közösségnek és a többi lelkes támogatónak, hogy segített a mai rendezvény megszervezésében. A rendezvény célja elsősorban az, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson az általános iskolások számára, és hogy a pedagógusok szakmai ismereteket szerezzenek. 9 éve, amikor kitaláltuk, azt akartuk elérni, hogy a gyerekeknek legyen alkalma megszólalni, az örömeiket, bánataikat valamilyen módon továbbítani, és ha magukon keresztül mutatják be, akkor bizonyára átélik, és ha átélik, akkor már birtokosai annak az érzésnek, amire szükségük van egy életre. 9 éve ezért küzdködünk, amikor könnyebben ment, amikor nehezebben. Most nagyon nagy az öröm, mert most telt ház előtt játszunk. Mindenki megértette, hogy nem csak a fölkészülőknek kell fölkészülni, hanem a közönségnek is. Ezért köszönjük a kanizsai közönségnek is, mert most a horgosi gyerekek megint csak távol maradtak. Reméljük jövőre ők is látni fogják. De minden esetre ez a közös élmény annyira sokat tud jelenteni, hogy a gyerekek érzik, hogy amit mondanak érték, azt szeretik hallani, szeretik látni. Szakzsűri is eldönti, hogy ki miben értékes, ki miben tud többet nyújtani. 11 csapatot tudtunk most összeszedni, a horgosi iskola 4 csapattal büszkékedik, nagyon-nagyon tetszik mindenkinek, hiszen mint a gomba szaporodik a következő igény, hogy újra és újra megint egy csapat kapjon kedvet, a gyerekek maguktól indulnak el, örülnek, ha tanár fölkarolja őket, és hát meg kell nézni, hogy milyen tarka, színes műsort tudnak összehozni, és ezt milyen élményekkel tudják föltölteni. Ha ez megvan, akkor mint tanároknak, meg kezdeményezőknek minden örömünk megvan benne. Magyar tanárként gondolom egyetért velem, amikor azt mondom, hogy ezek gyerekelőadások, gyerekek a főszereplők, a szereplők benne, de a maguk nemében ugyanolyan komoly előadások, mint amelyeket felnőtt színészek, színművészek játszanak el. Hát ez így igaz, látszik a gyerekeknek az izgalma, a felkészültsége, és ahogy évről évre mi is visszatekintünk, látjuk a teljesítményeket, a tanárok és látják, hogy miben lehet javulni, különbet összehozni. Az egymásnak az egymás munkának a megtekintése, átélése ösztönzi a tanárokat az igényesebb munkára. De a gyerekek ugyanígy vannak. Hát a versenytársak mindig többet hoznak ki egymásból, és akkor ezt én látom, hogy később, mikor már fölnőttek lesznek. Szerintem egy olyan élménnyel indulnak el, ami az igényeiket mindig magasabb emeli. Az idei találkozón is bíráló bizottság értékelte az előadásokat, a tanulók teljesítményét és a rendezést. A zsűri tagja volt Virág Ibolya könyvtárosnő, Mák Erika tanárnő és Mess Attila színművész. Nyilván egy-egy osztályban vannak olyan gyerekek, akiket egy kicsit húznia kell jobban magával a többinek, vannak dominánsabb típusok, de amikor eljönnek egy ilyen találkozóra, akkor az valahol mindig esélyt kap, hogy kiegyenlítődjön, hogy az is szóhoz jusson, akinek egy kicsit kevesebb szava van egyébként, és akinek meg több szava van, az általában egy kicsit vissza tudja magát fogni, hogy egy egységes játék történjen belőle. Ennél fontosabb, úgy érzem, hogy nincs egy gyermekszínjátszó találkozónál a megmutatkozás lehetősége. Ezen pedig a fejlődésnek a lehetősége, hogyha eljönnek egy ilyen találkozóra és néhány szakmai tanácsot hazavíve egy kicsit tudnak belőle fejlődni, és hogy a játék az még élvezetesebb játék legyen, hogy a szövegválasztás az még inkább izgalmasabb legyen, hogy találkozzon a gyerekkel az, amit ott fönt tulajdonképpen a színpadon produkál, hogy valami közel legyen hozzá, valamit szeressen vagy akarjon vele mondani. Ez talán a legfontosabb benne. Az oromhegyesi alsósok Balázs Katalin és Bálint Klára tanítónők irányításával a Süket király című előadást vitték színre, amely ötvözte a mai gyerekek és a népmesék világát. Béla a Béla! A történet úgy alakult, hogy szeretünk volna olyan előadást keresni, ami közelebb van az ő világukhoz, és az ő, tehát a közlés, a az ő kis világukhoz és mondataikhoz, szövegeikhez. És azt vettük észre, hogy talán ez az a előadás, ami közel kerülhet hozzájuk. És hát aztán alakítgattuk, mert hát ugye több formálni kell gyerekekre. Vegyes csoportról van szó, tehát több osztály részt vesz benne, harmadikosok, negyedikesek, sőt, most már van, aki ötödikbe jár, mert még tavaly indítottuk ennek az előadásnak az előkészületeit. És hát aztán gyakorolgattuk, csinálgattuk, magukévá tették. Hát én remélem, hogy jól is sikerült. Hol mutatják be még máshol egyébként?
Színjátszó találkozókra szoktunk menni, meg versenyekre. Az AMV az egyik versenyünk, ahol mindig részt veszünk, tehát az általános iskolások vetélkedője Szabadkán. Aztán Bács-Fekete-hegyen szokott lenni színjátszó találkozó, és hát ahova hívnak bennünket, megyünk. Ezen kívül azért a faluban, a rendezvényeken is, hogyha szükség, igény van rá, akkor ott is léptünk már föl. Fölbontottuk részletekre, és akkor először olvastuk, aztán pedig már kezdtük egy kicsit a szöveget nélkül mondani. Minden hétfőn összejöttünk, és... Eljátszottam. És mit gondoltok, mennyire tetszett ez a közönségnek? Hát egy humoros történetről van szó. Hát jó, já, láttuk, hogy jó sokat nevettek, szóval szerintem jó sikerült. És esetleg ti ketten gondolkodtok-e azon, hogy ilyen pályára léptek? Igen, hogy színházba dolgozni, meg igen. A Magyar Kanizsai Zmáj általános iskolában szeptemberben alakult drámacsoport, amely két előadást hozott a diákszínjátszók idei találkozójára. A tehetséges fiatalok egy háromnyelvű versadaptációval és egy táncjátékkal lepték meg a közönséget. Mivel tömeges volt a jelentkezés, szép számban majd 40-en jelentkeztek a diákok. Attól függetlenül, hogy közöltem velük, hogy kicsit alternatívabb műfajra fogunk foglalkozni, nem hagyományos színházzal, nem szövegközpontú színház előadást készítünk általában, inkább mozgás, ritmusjátékok, szöveggel is játszunk. Sokkal inkább, mint maga a lineáris történet kibontakoztatását hangsúlyoznánk. Mivel ilyen tömeges volt, 5-től 8-ig jelentkeztek, így szét kellett vennem az 5.-6-osokat egy csoportra. Ővelük jöttünk most a három pillangóval, egy táncjátékkal. És a 7.-8-osok pedig a Holló című előadást készítettük el velük. Ezzel a kettő előadásra neveztünk mi be. Ezen kívül volt még a félév folyamán egy előadásunk, a gyerekjogok, amit a gyerek héten mutattunk be. Hát reméljük, hogy a jövőben is majd jól működik a csoport, és sikerül következő fél évben is új előadásokat készítenünk, amivel különböző helyeken megmutatkozhatunk. Az idei színjátszó találkozó az eredményhirdetéssel, a zsűri értékelésével és a díjkiosztással ért véget. A Gyógyuljunk Együtt klub és több civil szervezet harmadik alkalommal szervezett Mikulás napot Martonoson. A helyi közösség előtti téren a közelgő karácsonyi ünnepek hangulatát idézték fel az alkalmi árusok. Édességet, szaloncukrot, karácsonyfára való dísztárgyakat és különböző technikával készült ajándéktárgyakat kínáltak az érdeklődő kicsiknek és a felnőtteknek egyaránt. Ennek a mai napnak ugye az elsődleges célja körülbelül 200 gyermek megajándékozása, de én megragadom a szót és folytatom, hogy az egész rendezvény pedig ugye nek a célja a daganatos gyerekek, klubtagjainknak a meglepése, megajándékozása szintén, amely hát több napból áll össze, tevődik össze. Tudjuk azt, hogy nagyon sok embernek, nagyon sok családnak segítenek. Magánemberek mennyire nyitottak a segítségre, és van-e valami változás? Az ünnepek közelettével az emberek segítőkészsége, jó szándék növekszik-e? Az emberek segítőkészsége lényegesen növekszik, tehát adakozóak, magánszemélyek, úgymond privátok is jelen vannak ebben a mai programban, akcióban is, de talán úgy, hogy meg kell őket keresni. Nem tudok most jobb szót találni, sokat kell ezért kilincselni, menni önfeláldozóan, időt, fáradtságot nem kímélve, és akkor az ember azért, ha kér, akkor kap is, de kérni kell. Tudjuk azt sajnos, hogy környezetünkben, ezen a vidéken is nagyon-nagyon elterjedtek a tumoros betegségek. Az önök klubja is ezeknek a betegeknek a gyógyulásával, illetve a gyógyult betegekkel foglalkozik. Hogyan tudják bevonni azoknak az intézményeknek is a segítségét, akik tulajdonképpen erre hivatottak, hogy segítsenek? Talán azt tudnám mondani, hogy direkt kevésbé
indirekt valamelyes. Tehát köszönhetően elsősorban a saját kapcsolatainkra, mivel hogy igaz, hogy daganatos betegekkel és gyerekekkel foglalkozunk, de valójában mi magunk is betegek, azaz gyógyult betegek vagyunk lennénk, és saját kapcsolataink a doktori ismerősökkel tudunk kontaktokat, segítségeket, kapcsolatokat létesíteni. És itt valójában be is fejeződik a történet. Amivel mi igazándiból nagyot tudunk segíteni, az köszönhető részben az önkormányzatnak is, amennyiben anyagi kereteket kapunk rá, ugye pályázatokon keresztül, alternatív étrend kiegészítőkkel, ha úgy tetszik, gyógyszerekkel tudunk mi hozzájárulni betegjeink gyógyulásának segítésébe, gyorsításába. A rendezvényre a mezőkövesdi Kovács István, a Lapföldi Mikulás nagykövete is ellátogatott. A Mikulás nagykövet tornaórát tartott a kicsiknek, majd a bemelegítő gyakorlatok után Kovács István, a Mikulás és a gyerekek megtettek egy hosszabb távot Martonos utcáin. Tudjuk azt, hogy a nagyköveteknek van valamiféle küldetése. Ön mit érez? Mi az ön küldetése? Hát én úgy gondolom, hogy a leghálásabb feladat, tehát küldetés, gyerekekért tenni. És azon belül az elesett beteg sorsú gyerekeknek minél többet szeretnék segíteni. Úgy gondolom, hogy a Kitike is egy, hát az ő és az én kapcsolatom is egy jó példa ehhez. Akkor meghallottam a szomorú történetét, én azonnal jeleztem interneten a polgármester úrnak, illetve akkori polgármesteri hivatalnak, és már akkor rá pár hétre jöttünk Kismagyarországról. Volt egy nagyon szép kis aranyos album, az az akkori rendezvények során telírt üdvözletekkel, biztató mondatokkal, szülők, óvónők, gyerekek, és ezt átadtam Kitikének. Tehát nagyon sok olyan feladata van a nagykövetnek, amivel segített a gyerekeknek. Kovács István a székesfehérvári önkormányzat által összegyűjtött ajándékokkal és anyagi támogatással érkezett a faluba. Szülők, felnőttek, gyerekek, tehát és a városnak az anyagi támogatása során csokoládé, sportszerek, íróeszközök, tehát olyan hasznos dolgok, amit az iskolában is tudnak hasznosítani. Tehát arra is törekszem egyébként, hogy ne csak ennyi a gyerekek, hanem egy közösség járjon jól vele és tudja használni. Nagyon sok ruhanemű, cipő, tehát ezeket család. Tehát volt egy újság, Sárvölgár és Vidéke, aki meghirdette, több héten át ment ez a hirdetés, és ők felhívtak engem külön telefonon, ezeket már csak el kellett hoznom, és így gyűltek össze. Tehát mindenféle technikai, minden, ami hasznos, azt mindenhol segítették, hogy tudjam hozni, és hát gyűjtötték. A falu központjában felállított pódiumon fellépett a magyar kanizsai Karapáncsics Kristóf, aki a Magyarországi Tehetségkutató műsorban az X-faktorban sikeresen szerepelt. Mint ismeretes, a kanizsaiak és a környékbeliek együtt szurkoltak Kristófnak, amikor a tehetségkutató előválogatását követően bejutott a mentorházba, és Tóth Vera tanítványa lett. Kristófot arról kérdeztük, hogy hogyan jutott be a tehetségkutató műsorba. Mindig bennem volt ez, hogy szeretnék elindulni egy ilyen jellegű tehetségkutatón. Eddig szerintem nem volt elég bátorságom hozzá, illetve mindig ráfogtam ilyen dolgokra, hogy most még befejezem a középiskolát, most még nem szakítanám meg a tanulmányaimat. És most, hogy tulajdonképpen befejeztem ugye Zentán a középiskolát, és a középiskola és az egyetem között úgy gondoltam, hogy most adódna egy egész jó alkalom arra, hogy kipróbáljam magam. Innen jött az ötlet, és hát összegyűjtöttem a bátorságomat, és jelentkeztem. Milyen előzetes énektudással rendelkeztél? Járt előtte esetleg zeneiskolába, volt énektanárod? Zeneiskolába jártam körülbelül 4 évig, utána
tehát nem fejeztem be, ott hagytam a zeneiskolát egy idő után, illetve ének oktatásban valójában igazi és hosszú távon működő énekoktatásban valójában soha nem volt részem. Volt néhány énekórám, de tehát tényleg nem volt komolyabb oktatásban részem, úgyhogy saját magamtól, amit képes voltam fejlődni és kihozni magamból, azt próbáltam itt hát megmutatni másoknak. Jelenleg valamilyen úton, módon foglalkozol a zenével? Természetesen jelenleg is foglalkozom a zenével, nem is szeretném ezt abba hagyni. Kaptam már egy-két megkeresést, akár zenekarra is, illetve fellépésekre. Ennek mindig nagyon örülök, és mindig igyekszem teljesíteni ezeket. De komolyabban, tehát most az egyetemet igyekszem természetesen befejezni, illetve hát most kezdtem el a befejezés, majd még messzebb lesz, de arra fektetem a legnagyobb hangsúlyt, mindemellett a zene is állandóan ott van az életemben. Pénteken a Magyar Kanizsai Városháza nagy termében téli barázda elnevezéssel mezőgazdasági szakmai tanácskozást szervezett Vajda Ernő és az Újvidéki Klub 100P+. A téli barázda rendezvénysorozat előadói szakemberei több vajdasági településre is ellátogatnak, és a mezőgazdaságot érintő időszerű témák mellett a mezőgépekkel és a mezőgazdasági eszközökkel, növényvédelemmel kapcsolatos termékeket is bemutatták. A tavalyi tapasztalatok alapján megpróbáltak ezt a második alkalommal megszervezett előadást itt Kanizsán úgy megszervezni, hogy az első rész az ilyen komerciális rész, ahol különböző kereskedelmi cégek elhozták a traktorok, kapcsolatok, ekék, vegyszerek, vetőmagok, tehát minden, ami a mezőgazdaságot illeti. A második rész meg olyan praktikus rész lesz, ahol a termelők tudnak föltenni kérdéseket, és hallanak majd olyan termelőktől előadást, akik már ezeket az újdonságokat, amik itt körülöttünk ugye mozognak, már alkalmazzák pár éve, és már konkrét tapasztalatokat tudnak elmondani. Itt tudom a disznótenyésztést, a különböző talajművelési módszereket, tehát elég összetett témával lesz, találkoznak majd itt Magyar Kanizsán termelők. Az idejében a mezőgazdaság terén, gondolok itt a mezőgazdasággal kapcsolatos előírások, törvények terén, milyen változások, milyen pozitívumok születtek? Hát sajnos sok pozitívum nem született, sajnos inkább negatívumok fognak bekövetkezni, új adórendszerről beszélnek, ami még nem tisztázódott. Ma is próbáltuk volna ezt egy bemutatót tartani, vagyis egy előadást, de sajnos még senki nincs tisztában, hogy mi történik január 1-ével, ami a nem PDV-s mezőgazdasági termékeket illeti. A PDV-sek az nem okoz újdonságot, mert ez már őket érintette ezelőtt, visszamenőleg pár évvel ezelőtt is. Az előadásokon a termelők a mezőgazdaság terén kapcsolatos újdonságokról hallhattak, mind a növénytermesztés, mind pedig az állattenyésztéssel kapcsolatban. Itt környékünkön a disznótenyésztés a gazdák körében mennyire kifizetődő ágazat? Szerintem pozitívan ki tudtuk hozni. Ugye most is azért a gabonára elég jó fent van, de még a környező országokhoz viszonyítva nálunk a sertéstenyésztés közel fél euróval többet tudunk kapni. Beszélgetünk a kis farmok és a farmi árokról, akik direktbe dolgoznak már, ugye nem a felvásárlón keresztül, hanem direktbe tudnak közlekedni a mészárszékekkel. Jelenleg a gazdák mennyire elégedettek a felvásárlási árakkal, és mennyi a felvásárlási ára jószágnak élősúlyban? Élősúlyban, amit tudok most én, amit a Zombor környéki árakat, azok a 170-től a 190 dinárig mozognak, plusz PDV, ami szerintem most a jelenlegi árakkal ezért, akik le tudták egy kicsit modernizálni az egész folyamatot, azoknak elég jó kifizetődő. Én szerintem most jelenleg többet tudunk keresni, mint bármelyik európai ország kocánként, hogy meddig lesz ez így, ezt nem tudjuk. Például azt tudjuk, hogy egy külföldi, ha mondhassuk Magyarország, Ausztria, Németország, bárki, ha hízonként 7-8 eurót már keres, azt már le tudják nagyon jó évnek mondani. Jelenleg a gazdák mennyire elégedettek a felvásárlási árakkal, és mennyi a felvásárlási ára jószágnak élősúlyban?
él és újba, amit tudok most én, amit a Zombor környéki árakat, azok a 170-től a 190 dinárig mozognak, plusz PDV, ami szerintem most a jelenlegi árakkal ezért, akik le tudták egy kicsit modernizálni az egész folyamatot, azoknak elég jó kifizetődő. A Magyar Kanizsai Önkormányzat az előadás sorozatok társszervezőjeként, mint mindig, ezúttal is támogatta a rendezvényt. Az önkormányzat mindig helyet ad az ilyen jellegű fórumoknak, hiszen fontos, hogy ezekben a téli hónapokban a mezőgazdasági termelők újdonságokról informálódjanak, edukálódjanak, és olyan hasznos információkhoz jussanak, amik segítségével a jövő évet ki tudják esetleg módosítani, vagy tervezni. A múlt pénteken rendezték meg a hagyományos téli virágkötészeti versenyt a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központban, melynek aktuális témája a karácsonyi asztaldíszek és adventi koszorúk készítése volt. A megmérettetésre ezúttal is szép számban gyűltek össze versenyzők. Kezdő kategóriában 25 másodikos kertésztechnikus tanuló, a haladó kategóriájában 3. és 4. osztályos mezőgazdasági technikusok, az amatőrök mezőnyében pedig 1. osztályos kertésztechnikus tanuló mutatta be ügyességét, kreativitását. Idén is a virágkötők körében népszerűek voltak a természetes anyagok, a különböző növények tetszetős levelei, a növények bogyós vagy kalászos termései, és ez alkalommal is közkedvelt dekorációs kellékek voltak, a színes gyertyák. Sokan hagyományos díszítőelemeket használtak, míg mások esztétikus, újszerű megoldásokkal, ötletekkel készítettek ikebanákat vagy karácsonyi asztaldíszeket. A háromtagú zsűrit Kis Tibor, Busz Lolita és Sós Nóra alkotta. A zsűrinek ugye nehéz feladata van természetesen minden évben, így gondolom nekünk is az lesz már, ahogy végignéztem a munkákat. A legelső követelményben úgy hirdették meg a versenyt, hogy természetes anyagokat kell használni, így valószínűleg ez lesz az első szempont, amelyet figyelembe veszünk, illetve a színek harmóniája, az alakok, milyen formákat használtak. Hányan vesznek részt idén a versenyen? Az amatőr kategóriában 6-an vesznek részt, a haladók már 6-an vannak a haladók is, illetve 25-en vannak a középső kategóriában. És mivel, hogy meghívtak zsűritagnak, feltételezem, hogy nagy szakértője vagy ezeknek a virágkölteményeknek, az idei évben mik a trendek ezen a téren? Erre általában mindenki azt szokta válaszolni, hogy az a trend, amit a legjobban szeret, tehát az aranypiros az minden évben. Nálunk mondjuk krémpiros lesz a trend idén a lakásban, ma éppen díszítjük már a fenyőfát, és ő már nagyon várnak haza. Illetve a türkisz a barnával nagyon nagy trend lesz, de a kék a pinkkel, láttam ilyen kompozíciókat, és mondjuk nagyon szépek lesznek azok is idén. A tanulók körében mik azok, amik leginkább közkedvelt anyagoknak a felhasználása? Előszeretettel használják, ahogy láttam, a fenyőt, tehát ezt mindenféle formában, nem csak mint kiegészítő, hanem bevonták vele akár az alapokat is, illetve láttam, hogy üvegkelhelyekbe, üvegtálakba is készítettek ikebanát. A négy gyertyás adventi dísz még mindig nagyon trendi, leginkább ezek voltak. A bírálóbizottság a sok esztétikus munka közül végül a következőket emelte ki. A haladó kategóriájában Keszik Zsanett az első, Vajda Lívia a második, Szekeres Tímea pedig a harmadik díjat kapta. Kezdő kategóriájában Iván Anetta az első, Miladino Marina a második, Miskovic Tamara pedig a harmadik díjat érdemelte ki. Az amatőrök kategóriájában Gombos Beáta az első, Kozsán Nikoletta a második, Molnár Nikolett pedig a harmadik díjban részesült. Külön díjat érdemelt ki Törteli Enikő, Remete Brigitta, Heiberger Viktória és Szabó Helena. Az első díj könyvjutalom, a második metszőoló, a harmadik helyezettek ragasztópisztolyt, a külön díjasok pedig cserepes növényeket kaptak. A versenyt az iskola mezőgazdasági szakaktívájának tagjai szervezték, Tóta Bonyi Gábor, Bővis Szilárd, Berec Ágota és Terbik Ildikó. Vasárnap a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény színház termében bemutatták Rózsa Rózsa, Iparosságunk története című könyvét. A bemutató előtt a látogatók alkalmi kiállítás keretében megtekinthették a korabeli iparosokról, egyesületekről készült fotókat.
A zsúfolásig megtelt színházteremben egykori mesteremberek és jelenlegi iparosok egyaránt helyet foglaltak. Nagy érdeklődés övezte a 12 évig tartó gyűjtőmunka eredményét, a 370 oldalas, a község iparos embereit bemutató, átfogó, reprezentatív kiadványt. A könyvet dr. Pató Imre méltatta, aki időrendi sorrendben mutatta be a község és a környékbeli iparosok tevékenységét a 19. századtól napjainkig. Kincses bánya ez a könyv, mert hitelesen, alaposan mutatja be a magyar kanizsa egykori gazdag, fejlett és közösség irányító iparosságát, a szerző áldozatos munkája pedig követendő példa lehet a jövő iparos nemzedéke számára, emelte ki dr. Pató Imre. Amikor az a gondolat vezérel egy iparost, hogy jó munkája legyen, szép munkája és hibátlan, akkor magába foglalja azt az energiát, amit át tud adni a többi iparos nevében is. Egy iparos réteg képviseli a városunkat, a községünket. A bevezetőkben már hallották, hogy milyen sok iparos képviselte Kanizsát és a községet. Régóta 1800-as évektől dokumentálva vannak ezek az iparos egyesületek, és ezek egy nagyon szép dokumentumok, amit egy olvasót megragad, nem egy iparost. És ezekkel a gondolatokkal olvasgattam, amit a budapesti levéltárba találtam, akkor a szegedi levéltárba, a zentaiba, és ez így sorba beszélgetésekkel, régi iparos társaknak a múltjával foglalkoztam, és így szép lassan a mai napig a mai iparosokig meg tudtam ezt írni. 400 illusztrációval gazdagítottuk a könyvet, és az nagyon szép. És egy nagyon szép gondolattal szeretném átadni, hogy a jó iparos egyetlen mércéje a munkája eredménye. És ha ezt a könyvet elolvassák, mindenki érezni fogja, hogy mit akartam írni. Rafai Mária, az Önálló Vállalkozók Egyesületének elnöke kiemelte, hogy a könyv hiánypótló kiadvány, ezért az Egyesület már a kezdetektől támogatta a kortörténeti összefoglaló megjelenését. Nagyon örülünk, hogy az Egyesület tagjak között volt egy ilyen vállalkozó és bátor személy, aki egy ilyen kortörténeti összefoglalót összegyűjtött a munkája mellett. Tudjuk azt, hogy egy könyv kiadás az mellett, hogy az akarat megvan, és a gyűjtőszándék hatalmas anyagi háttérrel kell, hogy rendelkezzen, és ehhez próbáltunk évek óta pályázatokon pénzeket szerezni. Hát nagyon sok kérelmet, pályázatot megírtunk, mire belemertünk vágni abba, hogy meg is jelentessük. És én külön köszönetet szeretnék mondani Rózsa Rózsának, az miatt, hogy így megszerkesztette ezt a könyvet, hisz ez a könyv most méltó emlék lesz a volt, jelen és jövő iparosai részére is, és példaértékű vállalkozásokat mutat be, akik napjainkban is még meglelhetők, hiszen családi vállalkozások több tíz éven keresztül, sőt, van olyan vállalkozás, ami már 150 éves múltra tekint vissza. Az Iparosságunk története című könyv megvásárolható 4000 dináros áron az Önálló Vállalkozók Egyesületében. A könyv bemutatón fellépett Danyi Zsuzsanna, a Kantiléna Kamara Kórus énekese és az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület tagjai. A Nagy József Kreatív Műhely szervezésében 4 napos műhely munka előzte meg Mezei Szilárd énekes zenekarának szombati fellépését. A 19 tagú zenekart magyarországi, szerbiai és angliai zenészek, valamint színész énekesek alkották. A magyar kanizsai műhely kifejezetten az énekre és az énekbeszédre fókuszálódott. A műhely során olyan vajdasági költők verseit dolgozták fel, mint Sziveri János, a kanizsai Koncz István, Domonkos István és a zentai B. Pap Endre.
Mezei Szilárd zeneszerzőt a műhely munka szünetében kértük mikrofon elé. Hogyan született az ötlet, hogy verseket zenésítsenek meg? Az ötlet az onnan jött, hogy az ember, nagyon szeretem a költészetet, és nagyon sokat is foglalkozok vele így, és nagyon fontosnak tartom a költészetet, mint irodalmi formát is, és úgy gondolom, hogy a költészetnek a igazi megjelenési a formája az nem a kötet, vagy nem a papír, ugye, hanem amikor az elhangzik. Tehát, és talán még nem is annyira szav alatt, hanem inkább a valamiféle ének vagy dal. Tehát valahol ugye a költészet is tulajdonképpen, hogyha visszamegyünk, akkor az tulajdonképpen egy ének. Na most nálunk már nincsen énekbeszéd, nem létezik ez a, nincsen hagyománya sajnos. Van a népi éneknek, még a népdaloknak még van valamiféle hagyomány, az, hogy az ének, mint énekforma, mint énekstílus, de az egy zárt, a népzene ugye az egy zárt forma, úgyhogy egy zárt dolog, úgyhogy ezért ez egy elég nehéz dolog. Én most főleg arról beszélek, hogy én elénekelni a verseket, vagy hogy én elénekelni ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezért is hívtam színészeket, illetve a húgomat, a Kingát, aki már nagyon régóta együtt dolgozunk ezen, és neki van egy népdal énekes is volt, de nagyon-nagyon jó képességei vannak így hang szempontjából. Vajdasági ismert költők műveit is megzenésítik. Hogyan esett éppen őrájuk a választás? Ezek a versek valamilyen különleges üzenetet hordoznak, vagy különleges érzelmekről tanúskodnak? Az ő költészetük az arról szól, amit mi élünk, arról a világról szól, ugyanazt a sorsot éljük, mint ők. Itt van ugye egy olyan kortárs szerző, kortárs költő, aki most tehát ilyen 40-es évei bejárt, tehát még fiatal, illetve Koncz István, ugye a kanizsai költő, aki már meghalt, de akinek a versét nagyon szeretem, és egyébként nagyon-nagyon nehéz őket zeneileg megcsinálni. Sziveri János ugyancsak egy nagyon fontos költőnek tartom a Vajdaságban, és ő neki van egy verse, illetve Domokos István, aki személyesen is többször találkoztam, és nagyon szeretem az ő nem csak költészetét, hanem az egész munkásságát, illetve az egész habitusát és az egész hozzáállását, úgyhogy ezért esett rájuk a választás. Mezei Szilárd énekes zenekara szombaton a Művészetek Háza nagy színpadán mutatta be a 4 vajdasági költő műveiből készült kompozíciót. A zenekarban 4 énekes színész is közreműködött, Mezei Kinga, Szilágyi Ágota, Balázs Áron és Tijana Stankovic. Határtalan porondok címmel indított új sorozatot a Vajdasági Magyar Civil Szövetség közösen a Rákóczi Szövetséggel és a Magyar Kanizsai Műhellyel. A szervezők tervei szerint írók, újságírók, színészek, politikusok, művészek, közéleti emberek jönnek majd el városunkba, hogy megosszák az itt élőkkel saját gondolataikat. Ennek a ciklusnak az első állomásaként a meghívott vendég Csontos János, József Attila díjas író, a Magyar Nemzet napilap újságírója, publicistája volt, akivel Pósa Károly, a Dobótihamér képtár vezetője beszélgetett. Az est folyamán a magyarság közös törekvéseiről, problémáiról folyt a kötetlen beszélgetés. Mivel annyi helyen jár a világba, gondolom, itt a Kárpát-medencét, az Körözbe Kasul beutazgatta már, kicsit rálátása van a határon túli magyarság életére, ki hogyan él, kinek mi a lehetősége. Úgy gondolom, hogy ezt a déli társaságot is viszonylag jól ismeri, az átlag magyar állampolgártól minden, tehát szintekkel jobban. Valami kis üzeneteit az itt megjelent kevéske érdeklődőnek, illetve hát azért a kamerának megint csak a televíziónak lenne. Milyen kilátásokat, mit jósol nekünk itt a délvidéken egyre fogyatkozó több magyaroknak is itt a Tisza mentén, meg hát úgy általában mindenkinek, aki itt van Bácskába, Bánátba is megmaradt szerénységbe. Itt azért nagyon komor víziók vannak, tehát hogy a század végére 5 millió magyar a határokon belül.
Az 5 millióból arról senki nem beszél, hogy mennyi a cigány, mert azt is leírtam ebbe a cikkbe, hogy az én szülészorvos barátom házi statisztikája szerint 10 szülésből 7-8 a cigány gyerek. Erre lehet mindenféleképpen reagálni, de én pozitív oldalról azt mondanám, hogy példát kell venni a cigánságtól a optimizmus tekintetében, hogy nyilván nem azért szülik a gyerekeket, mert olyan jó létbe fognak csöppenni, vagy bármit tudnának a jövőjükről, hanem egyszerűen áldásnak tekintik a gyereket, és nem vállalásnak, meg problémának, meg nem tudom én minek. Tehát megvolt ez az életerő, meg életkedve a magyarságban is. Tudom, hogy itt is mindent elkövettek a népirtásokkal, meg a mindenféle gyilkolásokkal egyetemben, hogy elvegyék a magyarságnak az életkedvét. De hát ha mi nem akarunk fönnmaradni, akkor vajon ki fog értünk bármit is tenni ebben a világban? Azért mondtam, hogy nem csak itteni, meg nem csak anyaországi probléma, mert a felvidéken is fogyatkozás van, nagyon erőteljes fogyatkozás van Erdélyben, már megindult Székelyföldön is. Nem csak az elvándorlásból, meg nem csak a vendégmunkássá vedlésből származik ez a létszám hiány, tehát ugye már 10 millió alá ment az anyaországi népességszám, és ha jól tudom, egy 40 ezres város tűnik el évente. Én láttam olyan térképet, ami például a vízkészletekről szólt. Nagyon beszédes. Tehát egész Európában zöld, tehát sok víz, a lényegében a Csonka-Magyarország területén van, a Vajdaság területén, meg a Szlovákia vagy felvidék déli részén. Hát ez lesz itt az európai paradicsom néhány évtizeden belül. Ha mi 5 millióan leszünk, akkor nyilván nem fogják nekünk itt hagyni ezt a részt, ezt most a Vajdaságra is mondom. Igen. Harmadik alkalommal szervezett úgynevezett mászónapot a Magyar Kanizsai Székhelyű Együtt Sportegyesület a Zümzüm játszóházzal karöltve. Ez a rendezvény elsősorban 1 és 5 év közötti gyermekeknek és szüleiknek lehet hasznos, hiszen megismerhetik a mozgásformákat, az egyes fejlődési szakaszok jellemzőit. A tudatos mozgásfejlesztést előtérbe helyező foglalkozáson szombaton a Pittypang óvoda tornatermében szép számú érdeklődő jelent meg, akik mondókázás, éneklés, táncolás mellett járták végig a kijelölt pályát, és teljesítették a feladatokat. Mint tudjuk, a mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája. Szakértők szerint azonban egyre gyakoribb, hogy a szülők túlféltés miatt vagy a kényelemre hivatkozva kevés mozgásteret biztosítanak a gyermeknek. A mozgásfejlődés és ezzel együtt az idegrendszer fejlődése szigorú hierarchia szerint valósul meg. Ha kimaradnak vagy felcserélődnek az egyes lépések, vagy nincs elegendő tér és lehetőség a gyakorlásra, akkor megtorpanhat a gyermek fejlődése. Az idegrendszeri éretlenség következményei az óvodában és az iskolában jelennek majd meg, tanulási nehézségek és viselkedési zavarok formájában, állítják a hozzáértők. A mászónap célja éppen az, hogy a szakemberek felhívják a szülők figyelmét a mozgás fontosságára, és arra, hogy a mozgásfejlődés során ne maradjon ki egyetlen mozgásforma sem. A szervezők szeretnék folyamatossá tenni ezeket a találkozókat mind a kisgyermekek, mind pedig a szülők örömére. Ez a mászónap a Magyar Kanizsai Helyi Közösség támogatásával valósult meg. Az ifjúsági otthonban pénteken szervezték meg a második téli Magyar Kanizsai Borfesztivált. Az első téli borfesztivál népszerűségén és látogatottságán felbátorodva, idén immár második alkalommal szervezték meg az ifjúsági otthonban a környékbeli és a vidéki borászok seregszemléjét, a második téli Magyar Kanizsai Borfesztivált. A borfesztivál célja, hogy a borkultúrát elmélyítse az ide látogatók körében.
akik ma itt megjelennek, nekik lehetőségük nyílik a borászokkal elbeszélgetni, hogy mégis hogyan készülnek a borok, hogy megismerjék ezt az italt mélyebben, és magát a bornak a kultúráját. A borfesztiválon 6 borászat képviseli magát ma este. 2 Szabadkáról, a Dibonis, a Kassa pincészet, egy Horgosi pincészet, a Bálint, a Hajdukovóról, Hajdujárásról a Maurer pincészet, és Magyar Kanizsáról pedig a Sirmium Weiss pincészet, amit én képviselek személy szerint. A borfogyasztás folyadosságban emelkedő tendenciát mutat, a többi italnak maga nagyobb piaca van ez idáig, de mind népszerűbbé válik, és ezt tapasztaljuk, a borfesztiválok érdeklődése is nő évek alatt. Mitől jó egy bor? A bor maga attól jó, hogy természetes jelleggel készülnek ezek a borok, tehát itt ezek nem technológia borok, hanem inkább természetes jellegű borok. A Magyar Kanizsai Bálint pincészet a saját szőlőültetvényeiken termesztett szőlőből készíti a borokat. Saját szőlőből készítjük a borokat, most 4 fehéret hoztunk, kövidinkát, rajnai rizlinget, sardonét és cselszegi fűszerest, 2 vöröset, 1 kék burgundit és 1 cabernet sauvignont, és 1 rozét, 1 kék burgundi rozét hoztunk el mai nap folyamán. Ebből a cselszegi fűszeres és a rozé borunk, ez új, idén van először, próbálkozunk. A cselszegi az most termett, először úgy, hogy bort tudtunk bele készíteni. Hát a rozéval majd megmondja a közönség, hogy ízlik-e vagy nem. Ez a jövő titka még, hogy tetszik-e a vevő közönségnek. Ezek a borok közül melyek azok, amelyek őshonos szőlőtermésből vannak? Hát őshonos az főleg a kövidinka, tehát az egy erre a vidékre jellemző fajta, egy könnyű fehér bor tud produkálni. A többi is, hát a rajnai rizlinget is nagyon régóta termelik itt. Most kékfrankost azt nem hoztuk, de kékfrankos is ezen a vidéken nagyon szépen tud, és elég régóta jelen van. Ezek, amik hát a világi fajták, ugye Chardonnay, Cabernet, Sauvignon, kék burgundy, hát ezek is azért csak jelen vannak a pincészetünkben. A kiváló minőségű borokat felvonultató borászatok mellett a borhoz, illetve a borozgatáshoz illő étkekkel várták a borok kedvelőit. Idén is várja a látogatókat a műjégpálya a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Zmáj általános iskola udvarában. Az előkészületek megtörténtek, a szakemberek összeszerelték, felállították a pályát, és amennyiben nem történik nagyobb mértékű felmelegedés, a tervek szerint most hétvégén megnyitja kapuit a korcsolyázók előtt. Ahogy eddig is, a hét minden napján 9 és 21 óra között lehet igénybe venni a pályát, amely egyébként most is a főutca felől közelíthető meg. A jegyárak nem változtak, tehát a 2 órára szóló felnőtt jegy 100, míg a gyerekjegy 50 dinárba kerül. A korcsolya bérlés díja szintén 2 órára szólóan 100 dinár a felnőttek számára, míg a gyermekeknek a fele, tehát 50 dinár. Pénteken nyílik meg a karácsonyi Dobóti Hamér emlékkiállítása művészről elnevezett képtárban. Akik otthon rendelkeznek cigonya festménnyel, még mindig a galéria rendelkezésére bocsáthatják a kiállítás idejére. Mivel Kanizsa arról híres, hogy gyakorlatilag minden házban található egy Dobóti Hamér kép, és erre büszkék is vagyunk, ezért újfent arra kérném a magyar kanizsai lakosságot, polgárokat, hogy akinek olyan Dobóti Hamér képe van, amit szívesen megmutatna a nagy közönségnek, netán eladó lenne, akkor itt a jó alkalom, a képtárban pénteken este 6 órakor Dobóti Hamér emlékkiállítást szervezünk, rendezünk, ahova szeretettel várunk, nem csak olyanokat, akik cigonyát szeretik, hanem egyáltalán azokat is, akik még a 30-40 évvel ezelőtti festészetet nagyra tartják, illetve hát szeretik a szépet. Dobóti Hamér nevét viseli ez a képtár. Úgy gondolom, hogy megtehetjük, hogy 2 évente, 3 évente az ő rendkívül gazdag és színes hagyatékából egy-egy emlékkiállítás erejéig őrá emlékezünk, mint nagyszerű kanizsai festőnkre. Hány ilyen festményre számítanak? Mekkora képtár befogadó képessége?
mintegy 200 festmény lesz jelenleg kiállítva. Ennek örülnénk, hogyha a számát tudnánk növelni, ezért szerdától, tehát holnaptól, mától számolva úgy mondom, van még egy-két napjuk a kanizsaiaknak esetleg, hogyha bővíteni szeretnék ezt a tárlatot, de akinek most nincs kedve vagy lehetősége, annak ígérem, hogy az elkövetkező időben, a közeljövőben valószínűleg egy-két év múlva ismét megismételjük ezt az akciónkat, mert rendben nagyon sikeres szokott lenni. Ez a kiállítás egyébként január végéig látható lesz majd, pont az érdeklődésre való tekintettel, és azért, hogy az iskolák, hogyha elkezdik a második fél évet, akkor a gyerekeknek meg tudják mutatni Cigonyának, kanizsa festőjének a kiállítását. Vasárnap este viszont egy másik programra invitálják az érdeklődőket a Rákóczi Szövetség és a Magyar Kanizsai Műhely vezetői. Karácsony tájékán a Dobó-Tihamér képtárban itt arra törekszünk, hogy ne csak beszéljünk a szeretetről és az önzetlenségről, hanem jó példákat mutassunk is. Ezért, amikor azt mondom, hogy Dumravéniből jön egy fiatal pedagógus, akkor bizonyára sokan a térkép után nyúlnak majd. Ez a keleti Kárpátok karéjában egy nagyon kicsi csángó magyar falu, ahol egy lelkes, fiatal magyar tanárember, Majzik Tamás, aki egyébként szegedi illetőségű, él már immáron évek óta, és tanítja az ottani csángó magyar gyerekeket magyar nyelvre. Ez a fiatalember úgy él Moldvában, hogy rendre meg kell küzdenie napi szinten a román hatalommal, a bürokráciával, a tanfelügyelőkkel, a román nyelvű katolikus papoknak az ellenszelével. Tehát egy szélmalomharcot fölvállaló pedagógus, akinek a lelket melengető vagy lelket erősítő példája úgy gondolom, hogy itt nálunk kisebbségben élő magyarokra, pedagógusokra hatványozottan kéne, hogy hasson. Ezért vasárnap egy elég ünnepi időpontban délután folyamán, karácsony előtt december 22-én 6 órai kezdettel itt a Dobó-Tihamér képtárban. Az is eljöhet, akit Tamásnak a munkája éppenséggel nem annyira érdekel, mert hogy vetítés lesz, és úgy gondolom, hogy az a táj, amit ő ott megörökített, a vad és érintetlen keleti Kárpátok, ahol gyakorlatilag a középkor még megállt, és a természet a régi fényében tündököl, és olyan tüneményeket tud láttatni, amit a ma élő ember már nem igen tud. Tehát azt mondom, hogy akár a vetítés véget, de inkább a beszélgetés és a példaadás véget ajánlom, melegen ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el és hallgassuk meg ezt a 20 éves, valóban Don Quixote-i szélmalomharcot folytató tanárembert, aki a magyarságáért és emberségéért is úgy gondolom, hogy méltán érdemelne díjat. Dvodnevna radionica koja se održava u Kanjiži 12. i 13. decembra nosi naziv Percepcija budućnosti i pogled u budućnost. Ova radionica se zapravo bavi mogućim migratornim kretanjima u Srbiji do 2025. godine. Na njoj učestvuju vrlo eminentni stručnjaci iz različitih ministarstava kao i predstavnici lokalne samouprave. Predstavnici lokalnog Crvenog krsta, Centra za socijalni rad, opštinski predstavnici će učestvovati u radionici i svojim znanjem i iskustvom će zapravo doprineti uspeh ove radionice. Projekat je interdisciplinaran i istovremeno orijentisan teorijski i praktično, a sprovodi se u 8 država. Cilj projekta je bolje razumevanje dugoročnih migracionih i demografskih procesa i promjena u okviru ljudskih resursa u jugoistočnoj Evropi, kao i njihovog uticaja na tržište radne snage, nacionalne i regionalne ekonomije. Nosilac projekta je Zavod za statistiku Mađarske, druga dva nacionalna partnera su Institut za društvene nauke Srbije i Republički zavod za statistiku Srbije, a uključeno je i više partnera iz zemalja u okruženju. Sprovođenje projekta je započelo 1. juna 2012. i traje do 30. novembra 2014. godine. Kanjiža je jedan od gradova uključenih u projekat baš zbog specifičnog geografskog položaja i blizine granice. Klub proizvođača 105+, bio je u petak 13. decembra organizator regionalnog savjetovanja Zimska brazda znanja, koji je organizovao 14. put, drugu godinu zaredom i u Kanjiži.
Savjetovanje je održano zahvaljujući podršci lokalne samouprave opštine Kanjiža i Agrarne unije opštine Kanjiža. Lokalna samouprava svim ovakvim i ovome sličnim forumima daje mesto za održavanje ovakvih skupova. Želim da se zahvalim Udruženju Stope Plus koje je organizovalo ovaj današnji skup, Agrarnoj uniji koja je također pomogla u organizovanju ovde u Kanjiži. Poljoprivrednicima se više firmi predstavilo svojom ponudom mehanizacije i opreme, goriva i maziva, mineralnih đubriva, semena, zaštitnih sredstava, bankarskih kredita i drugim, a svoje iskustva u proizvodnji predstavili su se renomirani proizvođači iz drugih sredina. O značaju i dosadašnjim iskustvima Zimske brazde znanja, koja je ove godine pored Kanjiže održana u Žitištu, Novom Bečeju, Somboru, Banatskom Novom Selu i Subotici, govori voditelj Zimske brazde znanja, profesor Veselin Lazić iz Novog Sada. Mi, znači, svake godine u decembru mesecu do katoličkog Božića organizujemo Zimsku brazdu znanja, gde je kombinacija, znači, izlaganja firmi i izlaganja stručnjaka. Ove godine praktikujemo veće učešće predavača poljoprivrednika, uglednih poljoprivrednika iz nekog drugog kraja Vojvodine, gde oni prenose, da kažem, svoje iskustva, svoje dostignuća, jer poljoprivrednik baš voli da čuje kako neko kao on, što je poljoprivrednik, kako radi i kakve rezultate postiže. Odziv proizvođača na skupu u svečanoj sali Gradske kuće u Kanjiži bio je dobar, a u ulozi domaćina bio je proizvođač Erne Vajda iz Kanjiže, član kluba 100P+. Uvek pokušavamo da budemo aktuelni sa dešavanjem o poljoprivredi. Biće o svemu reći što se vezano od poreza pa do nove mehanizacije, pa do sve što ide uz poljoprivredu. Sa današnjim danom počinjemo niz manifestacija sa kojim ispraćamo ovu našu godinu. I u to ime bi se zahvalio svim našim privatnicima koji u ovim, da kažemo, zimskim uslovima dolaze i daju sve od sebe da bi predstavljali sebe, svoje proizvode i da daju jedan ambijent svima nama gde bismo se mogli i gde bismo i trebali da se družimo ovih dana i da zajedno ispratimo ovu našu godinu koji je bio kakav takav u nadi da će sljedeća biti bolja. To je uvek tako normalno. Zahvalio bih se svim privatnicima koji su došli, koji su izložili svoje proizvode, koji vas čekaju do 23. decembra ove godine. Ja bih vam predložio da dođete, da se družimo, da popijemo to vino, vruće vino i da se zajedno opraštamo od ove godine. Ovim ovaj vašar proslavljam otvoren. U utorak je održan 9. festival školske pozorišne scene u Domu umetnosti u Kanjiži. Organizator ove manifestacije je Osnovna škola 10. oktobar iz Horgoša. Kao i svake godine, na takmičenju su učestvovale đačke grupe iz naše opštine, a bili su prisutni i gosti, đaci iz Stare Moravice. Na zvaničnom otvaranju prisutne je pozdravio Goran Nikičić, direktor Horgoške škole, i Ana Kiš Ivan, nastavnica mađarskog jezika, glavni organizator festivala. Na takmičenju je bilo prikazano 11 predstava. Jako nam je drago da smo uspeli 9. festival dečjih pozorišnih scena da organizujemo u Kanjiži. Jezda je sve teže i teže svake godine organizovati ovu manifestaciju zbog prevashodno finansijskih okolnosti, ali ovom prilikom bih se zahvalio svima onima koji su podržali današnji festival. Na današnjem festivalu imamo oko 170 dece koji učestvuju u današnjem programu i oko 20 pratilaca nastavnika. Produkcije su uglavnom bile na mađarskom jeziku, dok je jedan humoristički komad osnovaca iz Horgoške škole nosio naslov Faktor XY, gde je reditelj predstave bila nastavnica Ana Danilović. Stručni žiri je i ove godine ocjenjivao produkcije. Članovi žirija su bili Erika Mak, profesorica iz Kanjiže, Iboja Virag, bibliotekarka iz Horgoša,
i Atila Meš, glumac, reditelj iz Subotice. Ovaj festival ima značajan cilj, da se pruži prilika đacima da prikažu svoj talenat, trud i zajednički rad, navikavanje dece na pojavljivanje na sceni i da se promoviše umetnost i pozorište. Donatori festivala su bili Obrazovno-kulturna ustanova KNES-a, Lokalna samouprava Kanjiže, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Mesna zajednica Trešnjevac i mnoga druga privatna preduzeća i građani. Na jedinstvenoj muzičkoj radionici u organizaciji Regionalnog kreativnog ateljeja Jožef Nađ u Kanjiži od 11. do 14. decembra na okupu je bio ansambl kompozitora Silarda Mezeja iz Sente. Vrhunac zajedničkog rada muzičara je koncert ansambla Mezeji održan na završetku četvorodnevne radionice u sali Doma umetnosti. Na repertoaru reprezentativnog sastava 19 muzičara bile su kompozicije Mezeja na ostvarenja vojvođanskih pesnika Ištvana Konca, Janoša Siverija, Endre B. Papa i Ištvana Domonkoša. Odakle su sve stigli muzičari u ovom sastavu? Pa ima muzičara iz Novog Sada, iz Mađarske, Budimpešte i jedan vibrafonista, on je iz Engleske, ali već živi u Mađarskoj duže vreme, tako da ima limenik, duvača, saksofona, 4 saksofona, flauta, gudački instrumenti, klavir, bubnjevi. Mislim, sastav koji ja inače, sa kojim ja inače radim. Ja uvek rado dolazim za Kanjižu i to najviše zahvaljujući Zoltanu Bičkovi, pošto on je organizovao te festivale na koje sam nastupao i na neke koncerte. Tako da i ovaj projekat isto on stoji iza toga. Vojvođanski likovni krug iz Kanjiže u holu gradske kuće priredio je izložbu slika Miroslava Nikolića iz Novog Kneževca. Predsjednica Vojvođanskog likovnog kruga Ivanka Kenjereš je na otvaranju izložbe istakla da je ustaljena praksa da se na kraju sezone priredi izložba slika nekog od umetnika koji je izvan Vojvođanskog likovnog kruga, a da se dobra saradnja ostvaruje sa umetnicima iz Novog Kneževca. Miroslav Nikolić se slikarstvom bavi već 4 decenije, a predstavio se sa 25 ulja na platnu. Izložbu je otvorila urednica Novokneževačkih novina Danica Knežević-Popov. Slikarstvo je učio u školama u inostranstvu i od pre 25 godina kad je počeo da se bavi tušem, smatra da je počelo njegovo zaista zrelo slikarstvo, smelih boja i širokih poteza. Međutim, u posljednjih 10 godina se opredelio da to bude isključivo ulje na platnu i večeraš u Kanjiži je izloženo 26 slika koje govore o onome što jeste zaista umetnik, o njegove ličnosti, njegove suštini, njegovom opredeljenju. Možda centralno mesto zauzima slika od Jimija Hendrixa, jer on jeste zaista inspiracija našeg umetnika, jer 70. i 80. godine 20. veka su možda i najlepše godine koje su krasile naš prošli vek. I baš ta muzika koja je vezana za Hendrixa, za Morrisona i za druge umetnike je opredelila Miroslava Nikolića da se okrene jarkim bojama, smelim potezima i da spaja ono što je nespojivo, a to je da nebo odmah dolazi iznad zemlje i to je ono što i kritičari likovni kažu da je vrsno kod njega. Od ovog vikenda biće otvoreno klizalište u dvorištu osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Kanjiže. Klizalište je otvoreno svakog dana od 9 do 21 čas. Cene su iste kao prošle i preprošle godine. Ulaznica za odrasle iznosi 100 dinara, a za decu 50 dinara za 2 sata. Postoji mogućnost iznajmljivanja klizaljki. Cena ove usluge je 100 dinara za odrasle, a 50 dinara za decu. Ulaz na klizalište je iz pravca glavne ulice.
Član judo kluba Kanjiža Balaž Nađ postigao je uspeh u rumunskom gradu Aradu, gde je održan četvrti po redu turnir u okviru Euroregionalne lige za dečake i devojčice do 15 godina i mlađe. Balaž je u kategoriji do 42 kg u generalnom plasmanu ubedljivo osvojio prvo mesto. On je od četiri održana turnira pobjede ostvario na tri u Segedinu, Subotici i Aradu i na turniru u Osijeku zauzeo treće mesto. Balaž Nađ je ovim rezultatom potvrdio da je sa pravom uvršten u red naših najtalentovanijih dečaka u svom uzrastu. Szívem tele van örömmel, tudmillik sikerült az év első felében az országunk egyik legmodernabb tűzoltóautóját hadrendbe állítani a községi tűzoltó szövetségen belül. Elkészült a leendő buszállomás mélyépítkezése, kiírtuk a közbeszerzési pályázatot, és sikeresen zárult a gyalogos, illetve a rokkant feljáró kiépítésére. A várócsarnok terveit láttam, és januárban írjuk ki a várócsarnokra a közbeszerzést. Az Oron-Velebiti útnak az alapját elkészítettük, valamint martonosan kifúrtuk az ivóvízkutat, ami a rendszerbe februárban lesz rácsatlakoztatva. Az idei évben a vallással kapcsolatosan a következő eredményeket tudtuk elérni. Az idei évben a kis templomunk 100 éves évfordulát ünnepölte, és ez alkalommal belülről teljes átfestés, teljes rekonstrukciót végeztünk. A templom búcsújakor újra lett szentelve és át lett adva a hívőknek. A következő, ami szintén egy nagy eredménynek mondható, hogy az Adorjányi templomunk szintén föl lett újítva belsőleg, tehát teljes villany, hálózatcsere, tehát meszelés, rekonstrukciók voltak, és július 1-én ebben az évben át tudtuk adni, és itt nagy segítséget kaptunk anyagilag a tartománytól, az önkormányzattól, a helyi közösség, az Adorjányi helyi közösségtől, és a polgároktól, az Adorjányi polgároktól. Továbbá egy két hete kezdődött a pravoszláv templomnak a lapozásának a kicserélése, ami szintén nagy eredménynek mondható, ha minden sikerül, a december végére befejeződik ez is. A Tóth faluban szintén elindult a vetőszerkezetnek a javítása, ami a következő évben fog befejeződni. Ami még fontos, a pravoszláv temetőnek a bővítése az idén megtörtént, jövőre az is majd realizálódni fog, és a katolikus temetőnk, ami szintén ki lett takarítva, és a jövő évre tervezzük, hogy egy emlékparkot készítünk benne. Az előző évhez képest tudtunk nagyobb lépéseket tenni, és örülök, hogy ez megvalósult, ez a terv, amit terveztünk, de a jövő évben még remélem, hogy jobb, nagyobb sikereket tudunk elérni. Tehát, amint tudják, a építészettel, idegenforgalommal és vendéglátóiparral megbízott tanácstag vagyok. És kezdeném akkor a idegenforgalommal, ami mondjuk közkedveltebb. Az volt a feladatunk, és azt tűztük ki célul Kuska Robival, az idegenforgalmi szervezetnek a vezetőjével, hogy föntartsuk mindazt, amit az előző kormány, mondjam így, vagy tanács ránk hagyott, és azt amennyire tudjuk továbbfejlesztjük. Ebben úgy gondolom, hogy sikereink is vannak. Nagyon sikeresen beindult a tiszaparti kemping, a tiszaparti strandon rend volt, mindenféle probléma nélkül elmúlt a nyár, lehet, hogy volt egy-két embernek megjegyzése, de azokat mind időbe tudtuk nem hogy kiszűrni, hanem méltányolni és elhárítani.
Amellett még különféle kiállításokon a turisztikai szervezeten keresztül hirdetve volt és reklámozva volt Kanizsa ajánlata. A vendégészakázásunk száma tavalyi első 10 hónaphoz viszonyítva 46%-kal nőtt, úgyhogy az nagyon szép eredmény, a figyelembe véve az, hogy Szerbiában stagnált ugyanebben az időszakban. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezt a turisztikai idegenforgalmi szezont jól zártuk. A építészet terén pedig mindazok a projektumok, amik el voltak képzelve, megvalósultak. A vége felé közeledik most már a fürdőfejlesztésnek a programja és az a fürdőfejlesztés előkészületeinek az első lépcsőfokán túl leszünk. Ez pedig a városrendezési terv bővítésének az elkészítése. Mellette ott már folyamatban van a Mercatornak a placát, megcsinálták ennek a multicégnek, remélem ők is majd hamarosan elkezdenek építeni. Épülni fog, és elkészültek már a tervek a parkoló kibővítésére, és az új autóbusz állomásnak a megvalósítása is folyamatban van, az aszfaltutakat már sikerült megcsinálni, most jövőre majd az épület fog sorra kerülni. Ami a többi munkát ezen kapcsolatban illeti, hát mindazok az útkarbantartások, amik, tehát infrastruktúrák és egyéb infrastruktúrák karbantartásai, cseréi és fejlesztései elő voltak látva, az mind megvalósultak. Tehát azon a téren is sikeres volt ez az évünk, és úgy érzem, hogy jól elvégeztük ezt a munkát. Mindazokkal az emberekkel persze, akik ebbe belesegítettek nekünk, akinek munkáját nagyon szépen köszönöm ezúton. Na kraju ove godine srce mi je puno, jer u prvoj polovini ove godine uspeli smo najmoderniju protipožarno vatrogasno vozilo staviti u pogon u okviru opštinskog vatrogasnog saveza. Uspeli smo završiti niskogradnju autobuske buduće stanice. Bunar u Martonošu je izbušen i uskoro će biti uključen u javni vodovod u Martonošu, a put na relaciji Orom-Velebit je dobro podlogiran i naredne godine asfaltnim pokrivačem ćemo završiti. Ove godine u pravoslavnoj crkvi pomagali smo da se zameni pločice u crkvi, pa smo ove godine još u Kanjiži proširili smo groblju, pravoslavnu groblju, ono što je bilo već godinama problem. Onda u Adorjanu u crkvi smo obnovili, znači ofarbali unutra i sve slike rekonstruisali smo. Onda smo u Martinušu očistili pravoslavnu groblju, menjali smo ogradu i stavili smo nove kapije. Onda u Totovo selo pokrenuli smo popravljanje krova i planiramo, znači ove godine smo već započeli, i to da napravimo spomen park od stare katoličke groblje. I ja se nadam da iduće godine ćemo imati još veće rezultate i trudimo se da naše crkve i naše groblje da budu uvek čisti i lijepi.